vereséget szenvedett. Így léptek pályára a Szőnyi úton. Hatodik perc a mérkőzésen a lilamezes vendégegyüttes támad Dávid némi szerencsével elviszi a labdát, a Zentai mellett már benne a 16-oson, megnézi, hogy hova rúgja, gyengén rúgja, vezér véd. 24. perc, Békés Csabai támadás, Argyelán Kulcsárhoz. Kulcsár megtartja a labdát Árki mellett, aztán lő, ezzel vezet 1-0-ra a vendégegyüttes. Hátrálnak a BVSC játékosok, remekül találja el Kulcsár a labdát. Hét perccel később ismét Békés Csabai támadás, ezúttal Csató, 18-ról alig mellé. Támadott és többet birtokolta a labdát a hazai együttes, de viszonylag kevés volt a helyzete. Urbányi tolja meg a jobb oldalon, a beívelést Negreu fejeli kapura udvarálcuti szögletre. Ez már a második félidő, a 13. percben Vancsa indítja a bal oldalon Kulcsárt, középen itt fut Váci. Kulcsár is látja, megkapja a labdát Váci, kicsalja vezért, 2-0 arányban vezet a vendégcsapat. Leáll a teljes BVSC védelem, így maradhat teljesen üresen Váci itt a jobb összekötő helyén. Vezérnek hajmi kevés esélye van. A 21. percben a második fél időben újabb Békés Csabai akció, ebben is benne van Kulcsár természetesen. Zahorán kapja kinn a bal oldalon, egy beívelés, vezér és Cseh összefutnak, Vancsa a kapufát találja el, Argyalán meg az üres kapuba helyezi a labdát, ez a harmadik Csabai gól. Vezér is ügyetlenkedik, Cseh is egy kicsit benne van. Vancsának nincs igazán szerencséje, a Békés Csabának igen, hogy a kapufáról kipattanó labda pontosan Argyalán elé kerül. Néhány erőtlen BVSC akció után az utolsó előtti percben újabb baloldali Csabai akció. Vancsa, Kulcsár, fantasztikusan szép gól, vezér pinnál, elnézi egy kicsit, az már más kérdés, hogy Kulcsár teljesen szabadon rúghatott kapura. Tavaly is így kezdtük a bajnokságot.